A következő kísérletünk a fehérjék reverzibilis és irreverzibilis kicsapási reakcióit fogja szemléltetni. A feladat elvégzéséhez először tojásfehérje oldatot kell készítenünk, tehát ez úgy történik, hogy megtörjük a tojást, elkülönítjük a sárgájától, és körülbelül 4-szeres higítással készítünk tojásfehérje oldatot. Ezt még átszűrjük egy vattadarabbal kitöltött redőszűrő papíron, és itt kapunk egy víztiszta színű fehérje oldatot. Ugyanis a szűrés azért fontos, hogy ezeket a kis fehérje szemcséket, vagy fehérje fonalacskákat, amelyeket nem tud a víz feloldani, megköti a vattadarab. Tehát a 5 kéncsőbe öntöttünk körülbelül 5 köbcentiméternyi tojásfehérje oldatot, és az első kéncsében lévő tojásfehérjét elkezdjük melegíteni, és figyeljük, hogy milyen változás következik be bizonyos idő eltelte után. Tehát lassan láthatjuk, hogy ebben a víztiszta fehérje oldatban ilyen fehér színű anyag jelenik meg, amely azt jelzi, hogy az oldatban lévő fehérje hő hatására kicsapódott az oldatból. Nézzük a második kísérletet. A második kísérlethez egy kis konyhacsót teszünk a fehérje oldathoz. És összerázzuk az oldatot. És láthatjuk, hogy ebben az esetben is kis fehérje szálacskák jelentek meg a víztiszta fehérje oldatban. Ha összehasonlítjuk a melegítés hatására kicsapódott fehérjével, láthatjuk a különbséget. A harmadik kémcsőbe egy nehéz fémsót, mégpedig részulfátot fogunk helyezni. És azonnal láthatjuk a végbe ment reakciót, egy ilyen világos kékes színű csapadék vált ki az oldatból. A következő kísérletünkhöz egy kis sósavat használunk, mégpedig tömény sósavat, és láthatjuk, hogy itt is kicsapódott a fehérje a víztiszta oldatból. És az utolsó kémcsövünkbe egy pár csepp salétromsavat helyezünk, és azonnal láthatóvá válik, hogy itt is kicsapódott a víztiszta oldatból a fehérje. A következő lépésben desztillált vizet fogunk önteni az egyes oldatokhoz, és nézzük meg, hogy történik-e valamilyen változás. A desztillált víz hozzáadása után az első kémcsőben a fehérje továbbra is fehér színnel van jelen az oldatunkban. A második kémcsőben is történt fehérje szálacska kicsapódás, de jóval kisebb mennyiségben, és hogyha vízzel felhigítjük ezt a fehérje oldatot, visszakaptuk az eredeti fehérje oldatunk színét. A harmadik kísérlethez is teszünk egy kis desztillált vizet, és megint azt tapasztaljuk, hogy nem történt változás a fehérje oldatban. A negyedik kémcsőben, ahova savat helyeztünk, felhigítva, sem történik változás, ott van a kémcső alján a kicsapódott fehérje. És az utolsót felhűgítve, amelybe salétromsavat helyeztünk,
megint azt tapasztaljuk, hogy ott van a kémcső alján a kicsapódott fehérje. Na most összehasonlítva ezt az öt kémcsövet, illetve a kémcsőnek a tartalmát, láthatjuk, hogy az ötből négyben kicsapódott a fehérje, és desztillált víz hatására sem tudtuk visszakapni az eredeti oldatunkat. Ezeket a folyamatokat úgy nevezzük, hogy irreverzibilis, vagy visszafordíthatatlan folyamatok. Egy esetben, amely konyhasó vagy könnyű fémsó hatására ment végbe, só hatására kismértékben kicsapódik a konyhasó, de ha desztillált vízzel felhígítjuk, akkor a fehérje visszanyeri eredeti alapját. És ezt a változást reverzibilis változásnak hívjuk.